Láng György elárulta, terhes volt Gulka Jánostól. Iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a legfrissebb sztárhírekről. Elképesztő titokra derült fény Tilla Tilla propaganda című műsorában. A műsorvezető Gulka Jánossal és Láng Györgyivel csinált interjút, amikor igen személyes irányba terelődött a téma. Györgyi és János már gyerekkoruk óta ismerik egymást. Szüleik a közös hivatásuknak köszönhetően jóban voltak egymással, így gyakran összejártak. Bár sok időt töltöttek együtt, akkoriban még nem szimpatizált egyik a másikkal. Azonban később újra összesodorta őket az élet, ugyanis főiskolán egy osztályba kerültek. Ekkor alakult ki köztük a kémia, és Gulka János 19. születésnapján össze is jöttek. Bár a kapcsolatot mindketten elismerik, annak mienségére már teljesen másképpen emlékeznek. Györgyi szerint nagyon jó volt a kapcsolat, és rendkívül szerelmesek voltak. János inkább barátságként emlékszik vissza az esetre. Az énekesnő azt is elárulta, hogy ő annyira boldog volt akkoriban, hogy már fel volt készülve arra is, hogy bármelyik pillanatban megkérhetik a kezét. Aztán egyik este színházból hazafele mondta neki a párja. Ugye milyen rossz már ez a kapcsolat? Én inkább elköltöznék. Györgyi egy évig ki volt bukva a dologtól. És ez még nem minden. Elmondták, hogy Györgyi akkoriban terhes volt Jánostól. Gulka János bevallotta, hogy azóta is lelkiismeret furdalása van, hogy nem szerette viszont Györgyit, de ő megnyugtatta, hogy zűrös életük volt akkoriban, és nem nehezte rá. A kapcsolat gyorsan átalakult barátsággá, és azóta is heti szinten találkoznak, beszélgetnek.